Minket ugye azért küldtek, hogy bontsuk le az oszlopokat. A rendőrség azért van itt, hogy bármiféle jogsértést megelőzzük, úgyhogy mi igazából intézkedést addig nem kívánunk és nem is fogunk tenni, amíg itt szabálysértés, illetve bűncselekmény nem történik. Mi amennyiben a rendőrség segítségét kérjük, az egyedül az lesz, hogyha önbíráskodást tapasztalunk, az önbíráskodás pedig az, hogyha bontási határozat nélkül erőszakkal megpróbálják akár az embereinket eltávolítani, akár az oszlopot. Fogják akadályozni az oszlopok bontását. Azt, hogy ez mit jelent, ezt majd a gyakorlat mutatja. A személyisérülés, ez az komoly gond. Igen. Vigyázzanak, hogy milyen bűncselekményt követnek el itt az emelgetéssel. Ezzel bárkinek nem lehet úgy munkát végezni, hogy ezzel mások testi épségét veszélyeztetik. Nem vették le a kalapot az oszlop megemelése előtt, és a kalap teljesen elnyomta az egész oszlopot, megsérült a teteje, ferdén emelték ki, ennek megfelelően eltörtek a betontalpak, teljesen balesetveszélyes, se elengedni, se fölemelni nem tudják ebben a helyzetben. Úgyhogy jönnek a kollégáink és erre teszik. Ez a spanifer, amivel megpróbálták megemelni a hirdető oszlopot, ez áru rögzítésre szolgál, daruzáshoz használni nem szabad. Tehát önök helyreállítják, és ők viszont elviszik, vagy ez hogy lesz? Szerintem ezt ne tőlem kérdezze, én nagyon nem szeretném, ha elvinni. Mert úgy látom, hogy az autó még nem ment el? Az autó nem ment el, mert nem tudja, hova kell menni. Szerintem telefonon kapják a címet, vagy fölfestik az égre, vagy nem tudom, hogy mondani. Ez a lényeg.